Minden bizonnyal önök is találkoztak már az Amerikából induló jellegzetes zenei kultúra hip-hop zenei és képi jegyeivel. Do you know as hip-hop is from Hungarian culture, music, old culture music? Do I understand Hungarian culture yes. music? No, I never really heard yeah, it. Never heard it. Yes. Yeah. Thank you but very I wouldn't much. Be mind, I wouldn't mind doing the Hungarian track. I wouldn't give a fuck. Yes. Hell yeah. Yes, sir. Chest is there. Yes, sir. Thank you. Thank you very much. De vajon hol lehetnek a hip-hop gyökerei? Milyen talajból táplálkozik ez a semmivel sem összetéveszthető zeneirányzat? 1956-ban Erdélyből, Föves nevű faluból Takács Antal és Takács Jolán kivándoroltak Amerikába. Ott születik meg gyermekük Takács József. Takács József 1974-ben diplomát szerez. Ugyanabban az évben meglátogatja soha nem látott nagyszüleit Fövesen, ahol filmet is forgat. Super 8-as kamerájával megörökíti a titokban felidézett és betiltott táncot, a hippie-hopit. Jó, hogy jöttél, te drága gyermek! Hogy vártunk? Jó, hogy megismerünk! Föves napjainkban pár száz fős település Erdély szívében. A múlt századfordulón azonban kulturálisan és gazdaságilag virágzó helység és falu volt. Takács József naplójában említést tesz egy fiatal nő fényképéről, melyet nagyszülei házában talált. Nézd, Edith! Ez a táncos kötet! Milyen táncokat mutatott nekünk, de meg volt szegény. Ezt a táncot betiltották. Szépen tudott táncolni, de ne beszéljünk most róla, hagyjad, fiam! A fővesi nagypapa beszél a tiltott táncról, majd bemutatja Gyula bácsit, aki az utolsó 1952-ben rendezett hippie-hopi tánc és hadaró verseny győztese volt. Magyarországon a legelterjedtebb és házilag is termesztett növény a kender volt. A kender nyugat-ázsiai eredetű. Termesztéséhez, feldolgozásához már a honfoglaló emberek is értettek. Igen, már nem dolgozik itt. Sajnálom. Gyögy ez itt. Óvatosan, nagyon szép. A fontosabb ünnepek a kender vetése és aratása idejére tevődtek. Ilyenkor gyakorolták a hippie-hopi hagyományait, melynek organikus része a jellegzetes tánc, amit később betiltottak. A filmarchívumban fellelt felvételeken láthatóak az autentikus ruhák, mozdulatok. Ez egy filmhíradó, ezt meg tudjátok nézni. Igen. Tudjátok nézni. Nézzük meg, befűzöm a híradót. Budapesten megtartott magyar-olasz teniszmérkőzésen a magyar együttes 3-2 arányban győzött. Az egyes mérkőzések során Asbót kemény küzdelemben megverte az olasz Kocsellit. Fövesen újra füstöl a kender. A nagyszerű termést és a jól végzett munkát ünneplik a parasztok. Ebben a boldog faluban 2 napig áll a bál, gyermekek és felnőttek, férfiak és asszonyok kapcsolódnak ki a kemény munka után.
megrendezésre kerül a hagyományos hadaró verseny is, és reggeltől estig robják a hippi-hopi táncot, mielőtt újra munkához látnának, hogy felkészítsék a földet és az állatokat a térre. Most összehasonlítjuk a filmarchiumban talált 38-as hősen készült archív táncot a mai modern hip-hoppal. Megtennéd azt, hogy megmutatod a férfiak mozgását is. Nagyon sok a hasonlóság mind a két mozgáskultúrában. A mai modern és a régi archív mozgás szinte teljesen ugyanaz. Az Attila által mutatott archív felvételek alapján rekonstruáljuk a táncot. Tehetséges volt benne tehetség, mutatta ezeket az öreg, csodálatos fotográfiákat az öregekről. Hát nekem is honvágyásom volt. Hát akkor aztán jött ez a baleset. Excellent. Szuper. Sok tehetség volt benne. Vele szerettem, de nem volt egy mindent elsöprő szerelem ez. Hát brilliáns volt, az kétségtelen. Meg a mély tekintete, nagyon, nagyon jól való fiú volt. Emlékszem, fél év körül egy ilyen vizsgabemutató projekteket mutattunk be, és emlékszem, hogy én akkor az én projektem az angol reggeli finomságairól szólt. Ő pedig egy olyan komoly filmet mutatott be, ami nagyon nagy hatással volt, és mindenki nagyon élvezte. Egy népszokást betiltottak Magyarországon, és arról szólt a film. És ez valahogy nagyon ijesztő és megrázó is volt, mert annak idején az ember azt gondolná, hogy bármit, ami kultúrához tartozik, az emberek ápolnák, és hogy az a politikai rendszer betiltotta az egyik népszokást, ez felháborítónak tűnt, és veszélyesnek. Szóval erre emlékszem, hogy ez nagyon kitűnt a többi bemutató közül, és akkor rájöttem, hogy egy művésznek tulajdonképpen you have to be in tune with the song of times. Hogy mondjam ezt? Hogy rá kell hangolódni a komoly dolgokra, ami az életben történik, nem lehet csak úgy angol reggeliről, szépségeiről gyönyörködni. Mondjuk az is fontos. Hogy milyen volt a film? Hát ezt én nem tudom megítélni, mert én lakos vagyok hozzá, én ezt nem értem. De valószínűleg, hogy jó lehetett, mert a naplójában a Józsi mindent megírt, benne volt, és még az is benne van írva, hogy jöttek, tudod, azok a black menek, azok a cleaning menek, akik ott takarítanak, és ők látták a filmet, és azt mondták, wonderful, wonderful movie, congratulations, Joseph. És nekem ez nagyon tetszett. Mint az Takács József édesanyjának beszámolójából és József naplójából is kiderül, a Fővesen forgatott kisfilm 1974-es bemutatásakor az előadóteremben jelen vannak az épület takarítását végző afroamerikai fiatalemberek is. Néhány évvel később megalakul a Sugar Hill Gang nevű zenekar. Én Braun Attila néprajzkutató vagyok, és nem tudom, hogy tudod-e, hogy a hip-hop az egy magyar ősi népzenei hagyomány és zenének a gyökereiből ered.
Ezt nem tudom alátámasztani, viszont én tudom, hogy az első rapper nem amerikai volt. Ez az én második lemezen rajta is van, Kabos Gyula. Igen. És ővele csináltam egy számot, azt én neki hallgassa meg, mert ő már akkor rapper. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Egy kérdést szeretnék feltenni. Tudja, hogy a hip-hop, hippi-hoppi, ős magyar folklór, ez a zene? Igen, hogyne, persze. A Tommy Curtis, Zsigmond Vilmos, és hát mit gondolom, a Donna, mivel gazdagodunk? Köszönöm!